Az adventi időszak kezdetén idén is megtartotta a hagyományos koncertjét a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezrede. A várakozás egyében telnek az elkövetkezendő hetek, és a Magyar Honvédség számára, mint szervezet számára is kiemelten fontos ez az ünnep, hiszen mi úgy gondolkodunk és úgy is érzünk, hogy a Magyar Honvédség egy nagy közösség, egy nagy család. És különösen lehet ezt érezni, amikor a feladatok, a katonákat elszólítják a családoktól, akár hosszú-hosszú hónapokra is. A közönségtől színültig telt Szent István bazilikában csodaszép dallamok hangzottak fel az ünnepvárás jegyében. Öröm mindannyiunk számára, hogy itt vagyunk, hogy az alkalom lehetőséget teremt arra, hogy újra együtt legyünk, újra együtt örüljünk, együtt gondolkodjunk, gazdagodjunk szívben és lélekben. Az idén nem csak a műsor változott, hanem a közreműködő művészek is. Óriási öröm érte az idei esztendőben a fehérvári katonazenészeket, hiszen elismerve az elmúlt évek áldozatos munkáját, idén főszereplőivé váltak az adventi koncertnek. A nemrég a város zenei díját elnyert székesfehérvári helyőrségi zenekar, a Full Moon Vokál együttessel és Dunai Tamás érdemes művésszel közösen varázsolt ünnepet a résztvevők lelkében.